Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Dévényi István, a Magyar Hang újságírója, és Novák Zoltán, a Méltányosság Intézet elemzője, projektigazgatója. Új titulusod van, most nem mesültem vele. Jó estét, szervusztok. Jó estét. Felütésként kezdjük itt azzal most, hogy a nemzeti sportban gyakorolt, nem tudom, önkritikát Orbán Viktor, is elmondta, hogy az elmúlt 10 évben mi volt az ő legnagyobb hibája. Idézte az előbb a kollégám, ez az volt, hogy az 1 millió munkahely felől időnként elbizonytalanodtam, de a futballterén sosem. Mégis a futballban követtem el a legnagyobb hibát az elmúlt 10 évben. 64 000 stadiont építettünk, 90 000-es helyett kisítőek voltunk, és ez hiba. No, hát ez a legnagyobb hiba itt az elmúlt 10 évben. Hát ez ugye a hosszabbítsuk meg bicskéig kategória, de egyébként nem véletlen, hogy a munkahelyekkel párhuzamban említette, mert tulajdonképpen a munkahelyteremtés és annak a fenntarthatósága vagy fenntartása viszont jól rámutat arra, hogy végeredményben mi az, ami stabilan tartotta a kormányt az elmúlt egy évben. Ugye, hogyha egy kicsit az évet is összegezni akarjuk, akkor egy nagyon erős válságon ment át ez az ország, és tulajdonképpen, ha fel akarjuk tenni azt a kérdést, hogy ez miért nem érintette vagy rengette meg a kormányt annyira, ahogyan mondjuk az ellenzék vagy sokan mások számítottak rá, akkor tulajdonképpen a munkanélküliség, illetve a foglalkoztatottság területére kell egy kicsit elkalauzulnunk magunkat, mert a maga válság az nem okozott tömeges elbocsátásokat. És a legnagyobb ereje a Fidesznek az az, hogy nagyjából szimbiózisban van a saját szavazótáborával, annak a kemény magjával, ami a közepes és kis településeken élő lakosság jó részt. Ez egy elég tetemes lakosság, és ő nekik hihetetlenül fontos az, hogy megvan a munkájuk, sőt, több munkát is vállalhatnak, ami egy nagyon nagy változás mondjuk a 2000-es évekhez képest. És tulajdonképpen ez a Fidesz egyik, Fidesz hatalmon maradásának és a hatalmi dominanciának az egyik kulcsa. Akkor is, hogyha elmegy a boltba, és mondjuk az elmúlt egy évben 10-20, akár 25%-kal többet költött? Én válaszoljak, vagy? Még te is, aztán átadjuk a... Igen, akkor is, mert az a 2000-es évek valóságához képest, amikor ugyan nem voltak ilyen magasak az árak, de egy hatalmas kiszolgáltatottság volt ennél a rétegnél. Nem kaptak egyszerűen munkát, azt élték meg, hogy fölöslegesek. És ehhez képest az az érzés, hogy jó, dupla annyi a tejföld, de akár 2, akár 3 munkát is vállalhatok, még ha ez önkizsákmányolás is, az hatalmas változása azokhoz az időkhöz képest, amikor nem kapott munkát. Úgyhogy az a munkaerő hiány, amit egyrészt a részben, kis részben, de a kivándorlás okoz, valamint az a elmúlt 10 évben érzékelhető egészen a pandémiáig érzékelhető világgazdasági fellendülés okozott, az elhozott egy ilyen szituációt, hogy munkaerőhiány van vidéken is, Budapesten is, nagyon sok területen, és ez ennek a lakosságnak egy olyan pszichés változást hozott, hogy ő fontos, ő több munkát tud vállalni, nincs kiszolgáltató a főnökének, és ez mindennél fontosabb a számára. Kicsit Zoli elvitte a fociról, de nem egyáltalán. Pedig ez milyen jó téma, mert milyen boldog ország vagyunk, hogy tényleg ez a legnagyobb probléma, hogy kicsi a stadion. Mennyire értesz egyet ezzel, hogyha mondjuk elveszti nagyon sok ember a munkáját, akkor megrecsent volna, még ennél jobban a Fidesz támogatottsága. Foci. Mert szerintem Orbán Viktornak igaza van, hogyha válogatottnak a teljesítményét és népszerűségét nézzük, akkor valóban meg tudna tölteni 90 000-es stadiont is, de hogyha már nem a válogatottat nézzük, hanem mondjuk elég az első osztálynak a mérkőzéseit, akkor úgy tűnik, hogy egy ilyen ezres stadionokba is bőven elférnének a nézők. Tehát azért itt van valami gond a magyar focival, hiába a válogatott a csúcsán, ott jól teljesít, de alatta meg olyan magyaros. Valamivel egyetértek, a végével viszont nem nagyon, azt mondtad, hogy pszichésen jót tesz a munkavállalóknak az, hogy nincsenek kiszolgáltatva. Hát azért eléggé ki vannak szolgáltatva egyrészt, másrészt abban igazad van, hogy elindult egyfajta talán polgárosodásnak is lehet nevezni,
és még a cigányság körében is elindult egy polgárosodás, tömegek tudtak ugye bekapcsolódni a valódi munkaerőpiacra, a piaci alapú munkaerőpiacra, és ez tényleg itt az elmúlt években volt egy jelentős életminőség javulás, még a legszegényebb, legkiszolgáltatott rétegeknél is. És mégis mindenki arra számított, amikor elkezdődött a válság, hogy akár itt még éhséglázadás is lehet, meg nem lesz fűtés, tehát voltak azért ilyen képek is. Nem is vezetném az életminőségig el. Tehát egész egyszerűen az az érzés, hogy nem fölösleges, ami a 90-es években nem volt meg, ami a 2000-es években még mindig nem volt valóság, hanem, és nincs ha mégis van munkája, nincs kiszolgáltatva 100%-ig a főnökének, aki azt csinál vele, amit akar. De ez hihetetlenül fontos, és ezért ez a lakosság, ez nagyon hálás. Az az igazság, hogy pontosan tudja a kormány oldal, hogy alapvetően mire vágyik, mik a zsigeri hiedelmei, félelmei ennek a lakosságnak, ez folyamatosan mérik szinte napról napra. Csak az már egy következő. Szerintem igazad is van, meg nem is. Tehát amit mondasz, az bizonyos mintákra érvényes lehet, bizonyos település fajtákra, bizonyos megyékre, de az ország egy jelentős része meg abszolút nem igaz. A teljes kiszolgáltatottság van, és sokszor nincs is munkahely. Tehát itt azért vannak olyan régiók, ezekben meg ott van a folt. De ott van a közmunka. Hát a közmunka már nincs ott annyira, ott a félelem van ott inkább, tehát ott valóban arra lehet rájátszani, de, látod, hogy de az egy másik történet. A kettő kiegészíti. Oké, de mutass rá akkor azokra a településekre, ahol ez, hogy mondjam, ez tapasztalható, és egyébként... A negatív meg, igen, tehát hogy teljes amik ilyen fehér... De az, amik ilyen fehér foltok, és egyébként a Fideszen verik le azt, hogy ilyen állítás. Ja, olyat nem tudok. De az más, de azért mondom, hogy a kettő kiegészíti egymást. Tehát persze, hát azt mi is láttuk, mert eleinte az ember rácsodálkozott ott az első két harmadok idején, hogy olyan településeken, ahol mindenkinek kőkeményen kormányellenesnek kellene lennie, ilyen 100%-os teljesítményt nyújt a Fidesz. Ott belép egy-két másik motívum, ott ez a fajta kulturális identitás politika az, ami gyakorlatilag megköti, illetve leköti ezeket a hát szabad vegyértékeket. Igen, hát nem állítom, hogy nincsenek függőségi viszonyok, de az életérzésről beszélek, amit viszont soha nem élhettek át ezek a rétegek eddig, de a 2010-es évek meghoztak. Ja, tehát te ennek tudod be tulajdonképpen, hogy nem csak ennek nagyobb, tudom vagy be, hát részben ennek. Hát mondjuk, hogy néhány tényezők közül az egyik. Igen. Azért hozom ide, hétfőn itt volt Gyurcsány Ferenc, és azért hozom ide, mert egyébként kérdeztem hasonlóról, hogy minek kell történni ebben az országban, hogy az ellenzék egy picit profitáljon abból, hogy mennyire rossz, mert ugye az elmúlt évben nem ez történt. Egyébként nagy lemorzsolódás a mérésekben a Fidesztől. Az ide, most ha jól emlékszem, 5 éve nem mért annyira alacsony támogatottságot a Fidesznek, viszont a bizonytalanok táborát erősítik, tehát a Republikon meg talán azt mér, hogy minden harmadik szavazó egyszerűen nem tud választani, iszonyatosan nagy a bizonytalanok száma. És Gyurcsány Ferencnek az volt a válasz, hogy a média. Aha. Hát, hogy nem jut el az emberekhez. Tehát azt kérdezted, hogy minek kellene történnie, hogy az ellenzék... És erre azt mondta, hogy a médiának? Meg azt mondta, hogy azt válaszolja, hogy lemondanék. És akkor mi tudna profitálni az ellenzék? A kérdésemmel erre utaltam, hiszen Donát Anna kritikáról volt szó nyilván fel, és ennek kapcsán kérdeztem én erről. És arról, hogyha ugye az ellenzék azt mondja, hogy minden rossz és minden szörnyű, és látjuk, hogy mi van a boltokban, és itt volt 20%-os infláció, a Covid-ban meghal 40 000 ember, látjuk az egészségügyet, látjuk az oktatást, a Fidesz mégis megnyerné most vasárnap is a választásokat, az ellenzéknek miért nincs 40%-a? Miért nincs? Minek kell történnie? Kérdeztem én. Még mennyire kell rossznak válasz, legyen? Az előbb kifejtettem, hogy annak kell történnie, de ezt ugye ne kívánjuk, nagyon ne, hogy, hát ne, hogy maga a munkanélküliség és a foglalkoztatottság forduljon, tehát hogy a válság olyan mély legyen, de egyébként most már kifele jövünk ebből a válságból, tehát ebben már az ellenzék nem reménykedhet, de az biztos, hogy ha elérte volna a tömeges elbocsátások szintjét ez a válság, mint ahogy nem érte el, akkor tudott volna profitálni az ellenzék, de akkor jön a következő kérdés, hogy tud-e az ellenzék bármilyen víziót vagy perspektívát nyújtani, tehát hogy tudja-e olyan helyzetben hozni magát, hogy ő az alternatíva, és az emberek fejében megfordul, hogy ha rájuk szavazok, akkor nekem ezért, meg ezért, meg ezért jobb lesz. Ezt egyelőre nem mutatja az ellenzék ezt a pozitúrát, úgyhogy ez a kettő és együtt... tartást. Miniszterelnöket is ide idézünk. Hogyha már az ellenzékre kitértek, akkor maradjunk is itt egy picit, jön már egyébként Ungár Péter. Ja, csak annyit, hogy csatlakozva, hogy a Fidesznek van néhány
jó erős története. Mondjuk ez már tényleg a pszichés rész, hogy például magyarnak lenni jó, magyarnak lenni büszke dolog, magyarnak lenni kiváltságos dolog, hogy Magyarország egy különleges hely, egy biztonságos hely, egy stabil hely, hogy a gazdaság az, az erős. Tehát ezek olyan történetek, amiket jó elhinni, nem? Hát most ki ne akarna büszke, boldog azt, magyar lenni. Azt húznám alá, hogy történetek. Tehát történetek, történetekben beszélni. De ez és az én történetem volt. És az ellenzéknek meg nincsenek ilyen történetei. Ilyen ügyekbe így belekapnak, próbálkoznak valami, abból nem áll össze soha semmiféle egység, és amikor összeállnak, akkor meg pláne nem áll össze az egység, hanem akkor válik igazán katyvaszossá ezek az el nem mondható történetek. Na akkor maradjunk is itt, mert hogy ma bejelentette az LMP, hogy Kendenai Jánost indítják a 12. kerületben. Ő az 1-2 harmadik jelölt, ugye van a Kutya pártelnöke Kovács Gergely, Farkas Csaba a Momentum jelöltje, és most Kendenai János, és hát ott az 5. kerület is, tulajdonképpen ezt is ide sorolhatnám, meg Miskolc is ott van. Szóval mi lesz ezeken a helyeken? Lesz-e közös lista? Mi lesz az önkormányzati választáson szerintetek? Össze tud-e állni az ellenzék, vagy erre most reális esély abszolút nincs? Hát mivel külön indulnak ezekben a kerületekben, így nehezen fognak összeállni. Nekem a 12. kerület egyébként érdekes, mert hogy a Pokorn, itt mindenki azt gondolja, hogy ő nagyon stabilis, nagyon erős, de vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy mégsem annyira biztos az ő. Hát 17 éve ott van. És ugye egy regnáló polgármesternek mindig jelentős előnye van, és azért a 12. kerületben olyan nagy botrányokat egyedül a Kutyapárt elnöke tudott valamelyest előkaparni, csak nekik szerintem meg azzal kell megküzdeniük, hogy egy vicc párt válhat-e komoly pártá, és hogyha elkezd komoly pártá válni, akkor ugye elveszíti a vicc párt szerűségét, akkor elveszíti a választóinak egy részét talán. Ez egy nagyon érdekes dilema. Hát erre majd megkapjuk a választ. Hát a többi jelölt azok nem szoktak túl erősen muzsikálni, a kis pártok egyszerűen kicsik ahhoz, hogy tudják. Én azért kérdeztem megmozgatni az egységet, meg az összefogást, mert korábban azért a Momentum is, és az LMP is, nem közös listáról, de koordinált indulásokról beszéltek helyben, meg előválasztásról, tehát egyáltalán nem biztos, hogy a végén marad majd ez az összes jelölt, azt most még nem tudjuk, hát egyelőre mennyien vannak. Igen, itt belemehetünk az egyes kerületekben lévő esélylatolgatásokba, de szerintem itt is az a fontos, amit az előbb már megpendítettünk, és a narratíva építésre kötnék vissza. Hogy végül is föl tud-e az ellenzék egy olyan narratívát építeni, hogy miért kell akár az EP, akár az önkormányzati választáson rájuk szavazni. És egyébként az önkormányzati választáson nem is olyan egyszerű dolog általában közös narratívában megjelenni, mert az eleve egy töredezett, még hogyha egy egységes ellenzék lenne, akkor is egy töredezett sztori, ami mind azokban a kis mikroklímákban érvényes ügyekről szól részben. Tehát ez nem is egy egyszerű dolog, és itt aztán végképp abba az utcába fordultak bele az ellenzéki pártok, hogy narratíva építésről egyáltalán nincs szó, identitás teremtésről egyáltalán nincs szó, itt továbbra is azon gondolkodunk, hogy képesek-e koordinált indulást megvalósítani, képesek-e közös listában megegyezni, épp kinek az anyját szidja. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy a fő kérdések egyáltalán nem kerülnek elő az ellenzéki oldalon, viszont ezek a kis problémák, ezek szépen tematizálják a közbeszédet. Annyi szerencséje van az ellenzéknek, hogy most egyébként legalábbis a budapesti választás tekintetében, tehát például a főpolgármester választás tekintetében, a Fidesz sem áll túl jól, a narratíva építés tekintetében. Nem tudjuk, hogy áll a Fidesz. Nem az igazság. Lehet, hát hogy jól áll, lehet, hogy jó sztorit fognak építeni az ismeretlen jelöltre. Hát lehet, hogy márciustól lesz egy sztori, de egyelőre nem áll jól, tehát itt már azért bőven kellene tudnunk. De az nagyon durva, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy március végéig. Legkésőbb március végéig. Igen, és ez szerintem jelez valamit. Tehát ő valamit tud a tekintetben, hogy mivel készülnek. Illetve azt is jelentheti, hogy fogalmuk sincsen. De akkor is meglepő, hogy tudja, hogy márciusig nem is fognak semmit sem mondani. De nekem egy kicsit a konkrét időpont megjelölése már csak akkor lehetett volna gyanúsabb, hogyha napot is mond hozzá, hogy mit tudom én, március 8-án jelölik meg a főpolgármester jelöltet. De azt gondolom, hogy ott már van legalább egy vagy kettő forgatókönyv, amit lehetségesnek tartanak, és márciusban fognak beízítani. Azt gondolom, hogy ebből kiindulva okozhat még meglepetést egyébként a,
a Fidesz az ellenzéknek. Picit csapongunk, de ha már most a fővárosba hoztátok, mert ti hozzátok tulajdonképpen a témákat, ebben az interjúban, ugyanebben, amit a Nemzeti Sportnak adott a miniszterelnök, Budapestnek odaszól, azt mondja, hogy olimpiával kapcsolatban Budapest számos nagy beruházást valósított meg, ami előkészítheti egy jövőbeli olimpiát, vagy előkészíthet egy jövőbeli olimpiát, ugyanakkor kijelentette, hogy Budapest nem számíthat jelentős állami támogatásra, ha nem vágnak bele az olimpia rendezésébe. Mm-hmm. És ha belevágnak, akkor se. Legalábbis ahogy kezeli a fővárost a Fidesz, hát ugye ez a utolsó két hír a fővárossal kapcsolatban, ez a szolidaritási adó, amit most mégiscsak behajtanak a fővároson, meg a másik pedig a Budapest agglomerációs közlekedésnek van ez a bérletrendszere, amit most felszámolnának egyes hírek szerint, és hát az se kedvező se a fővárosnak, se azoknak, akik ezt eddig használták. Tehát és valahol szerintem a kettő összefügg, tehát hogy valóban úgy tűnik, hogy nagyon későn fogja megjelölni a Fidesz a jelöltjét, egyáltalán, hogy mi lesz a történet, az akkor valamikor márciusban fog talán kiderülni, de hogy addig ott tartják a kést a főváros nyakán, az egészen biztos, sőt, talán ki is véreztetik, vagy amennyire tudják, kivéreztetik, mert az viszont mégiscsak egy jó történet, hogy el tudják mondani, és folyamatosan elmondják, hogy ők teli kasszával adták át a fővárost az ellenzéknek, és lám, kiürült a kassa, hogy miért, azt persze nyilván nem teszik hozzá, és lám, itt van Budapestnek ez a vezetése, mindig úgy hivatkoznak, hogy Gyurcsány, Karácsony, emberei viszik csődbe a várost. Ez egy tökéletesen jó történet, miközben meg aki Budapesten éli a hétköznapokat, az valamire nem ezzel foglalkozik, hanem köztisztaság, közrend, tömegközlekedés, az nem olyan rossz, hogyha a MÁV-val összevetjük, akkor tulajdonképpen fantasztikus. Tehát az ellenzéknek ilyen szempontból viszont van egy jó története, mert azért Budapest mégiscsak minden nehézség ellenére azért nagyjából működik. Szerintem ebben megmutatkozik az a fajta kognitív diszonancia, hogy a fővároshoz egyébként a Fidesz már a kezdetektől viszonyul. És erre csak rátesz, hogy valójában a nagy projektek, meg a nagy elképzelések, azok jó részt mind Budapesthez kötődnek. Tehát, hogy nem lehet például olimpiát csinálni Budapest nélkül, márpedig ez a Budapest, ez egy liberális város, és hogy ezzel az ellentmondással mi az ördögöt kezdjenek, és ez mindig is megmérgezte ezt a kapcsolatot, még egyébként akkor is, amikor Tallós volt a főváros élén átmenetileg. De többnyire azért egy ellentétes oldal képviselte a fővárost, és ez mindig is problémát okozott a Fidesz számára, hogy van egy szimbolikus területfoglalás, amit gyakorlatilag már 98 óta végeznek, ugye Nemzeti Színházzal és az összes nagy beruházással, a várral, és még hosszan sorolhatnánk, ez egy fontos területe a Fidesz emlékezetpolitikájának és kultúrpolitikájának is, ugyanakkor mindezt egy olyan közegben kell létrehozniuk, ahol alapvetően nem ők irányítanak. És ez mindig okoz egy ilyen típusú ellentmondást, és egy ilyen típusú kettősséget, ami ebben is megmutatkozik az olimpiához való viszonyban is, hogy akkor lesz fejlesztés, ha lesz. Köszönöm, hogy jöttetek. Jaj, de kár. Köszönjük szépen. Elszaladt az idő.